21 hónapon keresztül 20 különböző rendezvényen, többek között ifjúsági, közösségfejlesztési programokon, nyári napközistáborban, háziasszonyok klubjában vehettek részt azok, akik részesei voltak Nyírvasváriban a Szegregáltunk felzárkóztatását elősegítő projektnek. A 160 résztvevő közül összesen 45-en szereztek képesítést, 10 család a szociális földprogram keretében kezdett el gazdálkodni, és létesítettek egy szociális mosodát is a rászorulók számára. A polgármester szerint az egész település profitált a programból. Meg tudtuk mutatni, hogy van kiút az embereknek a mély szegénységből, van kiút a hátrányos helyzetű létből, és van kiút abból a helyzetből, amiben ők beszorultak, és ez a legfontosabb hiba és hiányosság a településen, az a képzetlenségük. Ezt mi egy nagyon komoly, a TKK-jával, a Tűr István Képzés Kutatóintézettel karöltve nagyon komoly képzési rendszerben oldottuk meg. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy nem elég a segítő szándék, annak elfogadása is szükséges a remélt előrelépéshez. Én az utóbbi években, utóbbi 10 évben látok ebben pozitív jeleket, és remélem, hogy a következő évtizedekben, hiszen ilyen távlatban kell gondolkodnunk, generációs váltásokban kell gondolkodnunk, ezek a törekvések eredménnyel járnak. Ugye ott van a másik leküzdendő probléma, sok esetben azt a véleményt halljuk, hogy ó, hát már évszázadok óta ezzel a problémával nem tudtunk mit kezdeni. Talán nem is gondoltuk komolyan mi sem, meg az a közösség sem, a cigányság sem. Hogyha ezek a szándékok találkoznak, akkor remélhetőleg, ha nem is évszázados, és remélhetőleg még évszázados, hanem néhány évtizedes távlatban ezek a hátrányok leküzdhetőek lesznek. Simon Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt 5 évben 2500 új munkahely létesült a térségben, emellett 4000-en dolgoznak közfoglalkoztatottként. A cél az, hogy az arány megforduljon, minél többen kapjanak munkát a versenyszférában, mint ahogy többeknek már sikerült a nyírvasvári programban résztvevők közül.